Földgömb. A megismerés kalandja. Hát kezdjük gyorsan egy úti tippel. Habger, ge, geográfus, az Eupolis utazási iroda vezetője a stúdióban. Szóval úti tipp a, a májusi uh, világjáró magazinban a Földgömbben. Uh, lib Atoll. Nem Lib Atoll, hanem Lib Atoll, ugye? Ez egy csodálatos kis sziget. Tényleg kis sziget. Nagyon pici. Igen, egy kis korral üdvözlöm a és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Libatol egy uh, lib, kora az átony csendes óceánban. Ezzel a fantasztikus névvel egy egy kilométeres szigetet kell elképzelni. 100 lakossal, 60 kilométerre a legközelebbi szomszéd szigettől. És Ez Marsa szigetekhez tartozik, de szigetek így van, így van, Pápó Igenától van 3000 kilométerre. Hát egy elég különös kultúra alakulhat ki egy egy kilométeres szigeten. Hát ők nem tudják, hogy milyen vicces helyen élnek. Hmm. Biztos sokan oda vágynának, aztán nagyon sokan meggondolnák. Na jó, ez nem igazi úti tipp, mert nem hiszem, hogy ott túl sok idegen turista, akár kalandvágyó turista is megfordulna. Egyébként önök több mint tíz éve kalandturizmussal foglalkoznak, de ez a természetjáró kalandturizmus, ugye? Így van, a kalantúra. A kalantúrának egyrészt többféle ágazat van, másrészt magyarul a kalantúra egy kicsit furcsán honosodott meg, ez ugye az angol adventure megfelelője, azonban a kalandturizmus révén Magyarországon elég sok mindent szerveztek, és elég sok mindent adtak el. Mi természeti elutazásokat szervezünk, és és örömmel látjuk, hogy ez egyre népszerűbb. Mi van még, ami egyébként nem az önök profil, de szóval mit gondolunk mi itt Magyarországon ebbe a fordításba? Kalantúra alatt? Aha. Hát, háborús vezet, Az inkább talán katasztrofa turizmus, de, de kalantúra néven futnak a túlélő túrák, ez például uh -huh. egy tipikus megjelenési formája, illetve kalantúra alatt, főleg évekkel ezelőtt még többször kellett magyaráznunk, hogy mi nem rafting túrával egybekötött túlélő túrát szervezünk, hanem, hanem egyszerűen csak egy élménytúrát, egy, egy adventure egy felfedezést, ahol, a, ahol a, a lényege az utazásnak az élmény. Azt gondolom, hogy hogy nagyon. Szóval érdekes dolog, mert kalantúra, abban az van benne, hogy az egyik az olyan spontán, olyan hirtelen lehet, olyan izgalmas lehet, olyan nem előre minden kitalált, kimódolt, leszervezett, ugye, mint egy ilyen, egy ilyen olasz buszos körútnál mondjuk. Ez e, így is van. Igen, de ehhez képest meg, amikor azt olvasom, hogy ugye 6800 méter talán a, a, az egyik csúcs, amit most éppen meghódítottak a, a, az önök segítségével az utasok, hát ott aztán meg mindennek meg kell, hogy legyen, egészen pontosan legyen, hogy szervezve, mert különben baj van. Így van, de a nem szabad kihagyni a, a, túrákból. Ez nagyon, nagyon sok pluszt, nagyon sok pozitív élményt jelenthet. A kalantúra, az általunk szervezett természetjáró kalantúra alatt egy horvátországi nemzeti parki kirándulástól, akár a Kilimanjaro, vagy akár az említett Ohozdel csúcsának a meghódításáig ez a föld legmagasabb vulkán, csak nem akartam az mondani. Az ahhoz a föld legmagasabb vulkánja, így van, 6893 méter csírében, a zandokban. ott, már, ott már értelemszerűen ez teljesen más jellegű szervezés, teljesen más jellegű utat jelent, mint egy nemzeti parki kirándulás. Ez már expedíció néven is jellemezhető. Hát először voltak komoly. ott, önök, önök voltak a társszervezőjönnek a túrának, először valamikor, amikor 2010-ben talán Pontosan a 2010 magyarok, Igen, a magyarok jutottak Mi voltunk el. az első magyarok. Tehát ez már nem. valóban expedíció, és most ezek után a, a tragikus hegyes események után, meg emberi tragédiák után, amiken itt túl vagyunk, és az elmúlt években jó néhány volt ilyen, biztos az ember végig gondolja azt, hogy Ilyenkor, ilyen hírek után, ilyen híradások után, ilyen média dömping után mondjuk többen szeretnének 6800 méteres csúcsokat meghódítani, akár úgy, hogy nincs előképzettségük, és akkor azt mondják, hogy ebben segítsenek nekünk a szakemberek. Ez divat lett? Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az érdeklődés nagy. A, a csúcshódításnak, illetve magának a, az expedíciónak egy ilyen csúcsmászó túrának nagyon, nagyon komoly szervezési és szervezői háttere van. Nem, nem jöhet el tényleg akárki a felkelve ezekre a túrákra, de szerencsére ez nem is jellemző. Tehát azért a, az emberek elég jól fel tudják már mérni, hogyha ilyen magasságokban mennek. Tehát normálisan látják a saját korlátaikat is? Alapvetően igen. Figyelünk arra, hogy akik ezekre a túrákra jelentkeznek, azoktól természetesen megkérdezzük, hogy hasonló túrán jártak-e már, illetve tudjuk, hogy a mi egyéb csúcsmászó, tehát nyilván alacsony csúcsokról van szó, egyéb csúcsmászó túrainkor részt vettek-e, és ennek megfelelően tudjuk, ismerjük őket, ismerjük a mozgásukat, amilyen magasságig lehet. Ugye itt az aklimatizáció a, 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 legfontosabb ezekben a magasságokban, már megfelelően akklimatizált állapotban kell lenni ahhoz, hogy az ember tudja teljesíteni a napi távokat, a napi szinteket. Ez, ehhez ennek nagyon sok összetevője van. Egyrészt a hegyre való felhaladás üteme, tehát hogy az aklimatizációra van-e elegendő idő, illetve az egyének fizikai felkészültsége. Jó, ez egy szakma, ez egy nagyon különleges szakma, tehát ez nem, nem, azért mondtam az előbb, hogy ez biztos, hogy egy egész más fokú és fajta felkészültséget igényel a szervezőktől is, mint egy város, bécsi városnézést megszervezni, busszal, idegenvezetővel, természetesen ebédel, minden más. Konkrétan az ohosznál maradva ott ez, 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 azt is jelenti, hogy közel két hétig vagyunk a, a hegyen, ahol a legközelebbi város több mint 200 kilométerre van, ez egyben a legközelebbi víz felvételi pont is, illetve a legközelebbi hely, ahol élelmiszert lehet vásárolni. Tehát alaposan fel kell készülni, és minden vizet magunkkal kell vinni, egészen az alaptábori, alaptáborokig hogy, hogy ne lehessen probléma, és ezt, hát ezt alaposan lekerülni előtt, és ki kell találni, hogy kinek menj, mi Hogy alakultak át az elmúlt, ezen is törtem a fejem az elmúlt 10-20 évben a, 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 ezek, a, ezek, az úti célok, szóval mi most a népszerű, hogyha kalantúra, kalanturizmus, és az természetjáró kalanturizmus, akkor mi érdekli a, a, az embereket itt Magyarországon, vagy akár Európában, vagy Amerikában? Nézegettem, hát van lapföld, van kamcsatka, nem tudom, nem tudom, nem tudom kitalálni, hogy mi érdekelheti a honfitársaimat leginkább. Mit mondják a legnagyobb kalandnak, legnagyobb kihívásnak? Kinyílt a világ. Ezek, ezek a helyek, amik amik nálunk úgymond most extremitásnak számítanak, ezek, ezekre, ezekre 10-20 éve még magyarok semmiféle formában nem szerveztek, vagy nagyon-nagyon kevesen voltak azok, akik felvállalták, hogy saját maguk elmennek. Így az a, az a tapasztalat, hogy egyre jobban érdekli az embereket. Van, van áthallás a nemzetközi érdeklődéssel, azonban azonban mindig határa pénz. Tehát ez... ez hát nálunk ez, ez azért lényegesen kevesebb lehet nyilván, hát mint mondjuk Európában. Hát, hát az Everest ez van. egy jó példa, vagy rossz példa, oda, oda feljutni, sokszor már csak pénzkérdés, Ez most nagyon idéző hmm. mondom, mert oxigénpalackkal is azért az teljesítmény, semmiképpen sem lenézve ezt, sőt, de alapvetően pénzkérdés, hogy az ember oda eljusson, akár csak a csúcsdíjakat megnézem. 0 30 19.11. Hab Gergely, geográfus, az Eupolis utazásra, de vezetője a vendégem. Földgömb. A megismerés kalandja. A vendégem továbbra is Hab Gergely geográfus, az a utazásról a vezetője, és uh, tehát a zen alatt próbáltalak még fagat, még, hogy igazából mi számít ma extrémnek, mert rendben van, onnan kezdtük a mesét, a történetet, hogy tíz éve, húsz éve még még persze, és akkor mondták a magyarok, ugye, hogy a törökbe, meg nem tudom, hova jutottak el, ugye ez a klasszikus... Bulgarbors, bulgarbors, ugye, igen. De ezen már túl vannak, sokan túl vannak, és mondjuk most akkor határa csillagoség, most mi számít extrém helynek kihívásnak? Extrém helynek azok számítanak, ahova nehéz eljutni valamilyen okból. Ennek, elég is sok oka lehet, például mondjuk politikai okból Észak-Koreába, vagy Afganisztánba, de oda is szerveznek utat, mi nem. De extrém helynek számít a, a, a magasság, például egy nagyon erős ö, választóvonal, vagy, ö, vagy egy vagy nehezen megközelíthető hely, például sivatag, olyan, ö, olyan sivatagi, akár magas sivatagi területek, ahová, ahová nagyon nehéz eljutni az embernek önerőből, tehát oda a csapat kell, Csapat. csapat kell, és ha, hadd mondjam, vagy hadd kérdezzem meg. Szóval a csapat kell, és nem, nyilván nem sznobok. És azt gondolom, hogy ez, ez, az a dolog, ez sokba kerül, és eljutni mondjuk, mit tudom én, mit, mit mondtál az el, hogy hova? Bolívia, vagy Bolívia, borzasztó volt, sivatagba. Az biztos egy, egy nagyon komoly sík is, ha valaki éppen így gondolkozik. Az ezt nehéz kiszűrni, nehéz egy vendégnek azt mondani, bocsánat, de szerintem ön, 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 nem tudná ezt végigcsinálni, mert nem lehet őket ott hagyni. Tehát nem egy Bécsi város néző és mondtam az el, hogy nem jött a, a kovácsúr délig, akkor hát majd akkor haza, na a busszal vagy a vonattal. Itt mindenkit le kell hozni, meg haza kell hozni. Ezt előre kell egyeztetni, tehát ezt indulás előtt befizetéskor kell egyeztetni, hogy tisztában van-e azzal, hogy milyen területre indul, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie, hogy mi az, ami, ami várhat rá, mert, mert nem szakadhat el a csapattól. Te ez hiszen... másfajta utazási szerződés, ha azt veszem, mint, Igen, a, mint amit mondja, tényleg egy van. ilyen tengerparti van, az ember. természetesen. És az emberek megfelelnek ennek az elvárásnak? Aki már ide jön, aki ennyit befizet, aki ezt választja, pont a bolíviai sivatagot akar. Ez Az nagyon különleges, ott nincs ö, civilizációt, hetekig magatokban, vagy magukban vagynak. Hogy van ez? Bolíviában, amiről az előbb, vagy az imént szó volt, ez az áltiplánót értem ez alatt, ez egy magas hegyi sivatag, 4000 méter fölött van a, a, a szintje. Plane. És rendkívül száraz környék. Ugye az Atakama sivatag van a, a, a tengerparton, és ahogy az Andok elkezd emelkedni, ott, ott él az Altiplánó. Ez egy nagyon-nagyon nehezen megközelíthető hely, nincs víz, és, és a magasság is rendkívül megviseli az ember szervezetét. Ez volt El Dorado, ugye? Ez vagy az a környék? Ettől volt? nem messze van Potoszi városa, Ugyanítól ez már befelé lapász felé, sőt, egy kicsit lejjebb is már, ugye, Amazónia irányában. Potoszi, illetve e, e, Potoszi volt Eldorado, e, az ezüst hegy. egy, e, egy hatalmas vulkán tele ércekkel, és e, rengeteg mm, ezüsttel, aminek a bányászatából, illetve ami ezüstből a spanyol birodalom ezért rendesen gazdagodott. E, az ezüstöt már kibányázták, de a mai napig folyik ott bányászat, e, színes fémeket bányásznak, elképesztő körülmények között be tudtunk menni a hegybe, át vagy juggat, mint az ementáli, és, és hát gyerekek dolgoznak, ők férnek el a vájatokban kicsik, és a és hátukon hozzák ki a köveket, nincsenek csillék, vagy hát vannak, de nem igazán mm. gépesítik, mert akkor munkájuk nem lesz. Ez egy 300 ezer fős ö, város, az átlag életkor 30-40 év körül lehet, mert egy idő után már sípol a tüdejük, olyan mennyiségű szilánk por mm. rakódik le milyen messzire jutottunk a, a Libatoltól, ugye? Hát az egy négyzet kilométeres <laughs> más könyék. szigettől, ahol laknak, azt hiszem 116-an. Ez egy más világ. A fiatalok, akik, akik, erre nyitottak? Nem feltétlen. Nem feltétlen. Inkább, inkább világra nyitott emberekről van szó. A nem, nem akkor határozza hmm. meg azt, hogy ilyen jellegű túrák iránt valaki érdeklődik-e. Természetesen kell hozzá megfelelő állóképesség, megfelelő fizikai állapot, De alapvetően érdeklődő, intelligens a világra nyitott emberekről van szó. Az már rang egy, egy fajta cégnél, hogy ilyen helyekre is kiút és ott engedik utazást szervezni? Az engedély az, az egy az egy érdekes dolog. Tehát ezeken a helyeken nem feltétlenül kell engedélye. A csúcsokra sokszor kérnek ö, ö, csúcsdíjat azonban attól, hogy extrém egy, extrémnek számít egy hely, mert mondjuk extrém szárazattól, attól, még ezt, ez nem kell külön engedély, eltekintve természetesen a szükségszerű vízumoktól, hogyha ha ez kell. De önmagában az, hogy egy magyar utazási iroda ilyen helyekre utakat tud szervezni, ez, ez bizony rang, amire mi nagyon büszkék vagyunk. Köszönöm szépen, Uti Tip, libattól, innen indultunk, Hab Gergelye, aki geográfus, nagyon szépen köszönöm, hogy itt Köszönöm szépen.